Vidám műsorral kedveskedtek az egerági gyerekek. Az új bölcsöde átadó ünnepségén vettek részt a kicsik. Az alapkövet még 2019. szeptemberében helyezték el, majd az intézmény mintegy 64 millió forintból épült meg az óvodával összekötve. A 7 férőhelyes bölcsi több családnak is segít abban, hogy visszatérhessenek a munkavilágába. Őri László az eseményen elmondta, ehhez korszerű körülményeket kell biztosítani. Szülői szemmel is mondhatom, hogy valóban a szülők elvárásainak megfelelő új bölcsöde épült Baranya megyében Egerágon, és nem állunk meg, megyünk tovább, hiszen hamarosan megnyílnak az új felhívások, amelynek a keretében mintegy 2,3 milliárd forint fog rendelkezésre állni a vidéki Baranyában új óvodák, bölcsödék építésére, illetve meglévőek korszerűsítésére. A most lezárult 7 éves fejlesztési ciklusban azonban más intézmények is megújultak a megyében. Ezek a gyerekek az Újpetrei óvodába járnak, akik szintén egy kedves műsorral készültek. Az intézményben ugyanis új csoportszobát alakítottak ki, amit Hargitai János is szemügyre vett az egerági bölcsöde meglátogatása után. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány célja 2010 óta, hogy a magyar családokat támogassa. Fontos az intézményi ellátás fejlesztése is, ez pedig, ahol nem volt bölcsödét kell létrehozni, erre példa ugye Egerág, ahol pedig voltak gyermekintézmények itt, mint mondjuk egy óvoda, azt pedig korszerűsíteni kell, hogy a szülők meg nyugvással helyezhessék el a gyerekeiket ezekben a korszerű intézményekben, ezért örülök mindkét település sikereinek. A képviselő hozzátette, hogy a kisebb és nagyobb városok vezetőit is csak arra tudja buzdítani, hogy minél több lehetőséget ragadjanak meg a fejlesztésekre, legyen szó magyar falu programról vagy toppályázatokról, hiszen így fellendíthetik a térség gazdasági mutatóit is.